Egy apiterápiás házba látogattunk el, de hogy miről is szól ez a kezelés, az mindjárt kiderül. Mióta foglalkozik méhészkedéssel? Mindig is csodáltam a méhek titkos életét, először csak olvasgattam, de szerettem volna jobban megismerni, kipróbálni a méhészkedést. 2018-ban vettem az első méhcsalád, egy idősebb tapaszt méhészbácsitól. A méhek az életem részeve váltok, sok munka, de sok öröm is. Egyszer sem bántam meg, hogy belekezdtem. Hogyan jött az apiház ötlete? Apiházikóval először a Bessencei Bányai Méhészeti Iskolában találkoztam, ahová már a harmadik éve járok. Ahogyan hazajöttem, mindjárt elkezdtem róla olvasni, keresgélni, mi is ez, hogyan néz ki, mire is jó. Rögtön megfogta a fantáziámat. Anyagot gyűjtöttem, körülnéztem, itt a környékben igazán nincsen sorolse, pedig a jótékony hatási bizonyítottak. Manasában sok ember mindenféle betegséggel szenved, amire a méh jelenti a gyógymódot. Mire jó az apiterápia? A apiházból a emberek a méh levegőt lélegzik be. Ez a levegő rettentő sok hatóanyagot tartalmaz, az illó olajakon kívül olyan anyagokat, amit a méhek alakítnak elő. Képzelünk el egy kaptár, párolgó, virágpor, propolis, méhpempő és sok más méhecskés csodaszer. Ez a párolgó elixír szívjuk magunkban. Jótékony hatása van a közéletünkre, immunrendszerünkre, légzőszervünkre, enyhíti a bronchitit, aszmát, sok stressz oldó hatása is van. És most csak nagyon keveset pozitív mondtam el, mert a sor végtelen. Hogyan néz ki egy apiházikó, mi minden van benne? Nincs rá semmi szabály, mikor lenni ilyen apiházikóban. Én igyekeztem úgy kialakítani, hogy természetes anyagból legyen, kényelmes ülőhelyekkel. Kevés dolog van most benne, de az minden a méhekről szól. Az ember csak ilyen helyen tud igazán ellazulni és légzésére figyelni. Mi történik egy apiterápia során? A kaptárból általagosan 35 fok Celsius van, ahol a méhek párát termelnek. Ez a pára egy inhalátoron segítségével jut el a csőbe, és innen pedig a inhaláló maszkban. Teljesen veszélytelen, mert méhek nem juthatnak be. Terápia fájdalmentes, gyógyszermentes, ezért nagyszerű. Milyen gyakran lehet az apiterápiát használni, illetve mennyi ideig tart? Egy inhaláció kezelés 30 percig tart. Általában 5-10 kezelés javasolt, ha alakulunk érni eredményt. Apiterápiát lehet használni április-szeptember végig, amíg a méhek aktívak. Aki allergiás a méhcsípésre vagy méhészeti termékekre, annak sajnos nem javasló.